Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécsváradi Városi TV márciusi adását látják. Ma esti adásunk a szokott műsorrendünknek megfelelően alakul. Hamarosan kezdődik sportösszefoglalónk, ezt követően 7:30-kor láthatják híradónkat, melyben összefoglaljuk az elmúlt hetek legfontosabb városi eseményeit. Most azonban Friss Péteri a képernyő, következzenek az elmúlt napok sporthírei. Köszöntöm a kedves nézőket! A hosszú téli szünetet követően ismét jelentkezünk sportösszefoglalóval. Megkezdődött a Megye 1-es labdarúgó bajnokság, és sajnos az alsó régióból kell megkezdeni a fölkapaszkodást, és rögtön egy nehéz ellenféllel kellett kezdeni a Pécsváradnak, azzal a Szászvárral, ahol azok a játékosok játszanak, akik tavaly még nálunk rúgták a labdát, és igen nehéz feladatnak bizonyult ez, mint azt láthatják az összefoglalóban is, hiszen nem sikerült megbirkózni az ellenféllel, és 3-0 arányban sajnos vereséget szenvedtünk. Thank you.
Kettő. Gyere, figyelj, mozgásba, jelom! Szintén nehéz feladat vár női MB2-es kézilabda csapatunkra, hiszen majdnem minden mérkőzésen nagyon alárendelt szerepet játszanak a lányok, mégis azt lehet mondani, hogy a tisztes helytállás a cél ebben a bajnokságban. Ahogy ez történt, az összefoglalónkban látható zöldmezes Hévíz elleni találkozón is, ahol még volt válogatott kerettagjátékos is játszott. Az összefoglalóból nem derül ki, de az elmúlt hetek eredményeihez képest tisztesen helytáltak a lányok, 23 gólt dobtak, sajnos 41-et kaptak, így a Hévíz győzött.
Egy másik bajnok esélyes csapatot fogadott a Pécsvárad március hónap közepén, ez pedig a Siklós csapata volt. A mérkőzés első félidejéből láthatnak most egy hosszabb összefoglalót. Piros mezben van a Pécsvárad. Thank you.
Kedves nézőink, ennyi fért mai sport összefoglalónkba. Sporttal legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Én az est hátralévő részére jó pihenést, jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra! Jó estét kívánok, köszöntöm a most bekapcsolódó kedves nézőket, önök a Városi TV márciusi magazinműsorát látják. Ma esti adásunk, ahogy az ilyenkor lenni szokott, ismét az elmúlt hetek városi eseményének jegyében telik. Mindenek előtt azonban nézzenek meg egy riportot dr. Fenyvesi János jegyzővel, aki a közelgő országgyűlési választások kapcsán szolgál néhány hasznos információval. Választásokról lesz szó, és nem véletlen a helyszín választás, de erről majd egy picit később beszélünk. Jegyző úr, mindenekkor arra lennék kíváncsi, hogy az idei választások mennyire mások, mennyibe különböznek a 4 évvel ezelőttitől? Hát nagyon alapjaiban nem különböznek, lesznek apró változások, amikre mindenkinek azért fel kell készülnie. Ez általában azért nem a választópolgárokat érinti, azért nekik is tudniuk kell nyilván azt, hogy például amire céloztunk, hogy a szavazókörök, a szavazóhelységek azok nem változtak, kivéve pont ezt az egyet, ami előtt állunk, a bejárat az ugyanaz lesz, persze ki lesz táblázva, csak nem a megszokott irányba kell mennünk jobbra a tanári felé, hanem vagy itt balra, ebbe az üveges részbe a könyvtárba lesz a szavazatszámú bizottság. Bocsánat, vagyis nem a régi alsó iskolába, hanem már az új épületbe kell menni a választóknak. Igen, az új épületnek a szembenük akkor a bal oldalán található a könyvtár, de mindezt természetesen ki lesz plakátolva, ki lesz nyilazva. A legfontosabb változás talán az, hogy ebben az évben a választópolgároknak, a nemzetiségi választópolgároknak nyilatkozniuk kellett arról, hogy valamelyik nemzetiséghez tartoznak. És azok a választópolgárok, akik azt jelölték be ezen a kérőlapon, hogy ők egy adott nemzetiséghez tartoznak, és ennek a hatályát kiterjesztik az országgyűlési választásokra, azok nem pártlistára fognak szavazni, hanem egy nemzetiségi listára. Tehát ők majd ne várjanak olyan szavazólapot, amin a pártok felsorása van, ők egy külön szavazólapot kapnak. Ugyancsak nagyon komoly változás, hogy az, aki átjelentkezéssel szavaz, tehát például akár Pécsről, akár messzebbről átjelentkezett ide szavazni, régebben úgy volt, hogy csak pártlistára szavazhatott, egyéni jelöltre nem. Most szavazhat egyéni jelöltre, de a saját településének az egyéni jelöltjére, tehát ő egy külön szavazólapot fog kapni, miközben itt a hármas választókörzetnek a szavazólapját kapja mindenki, aki mondjuk Pécsről érkezett, az mondjuk a pécsi egyes fogja megkapni, tehát úgy szavazhat, mintha otthon lenne. Ugye átszervezésre kerültek a választási körzetek, ez bennünket, pécsvadiakat nem érint. Az országgyűlési egyéni választókerület lett átszervezve, hát hozzá csatlakozott a régi Mohácsi területhez egész Komló meg Sást környéke, tehát ez az úgynevezett hármas számú egyéni választókerület. Ez jóval nagyobb, mint az eddig volt, de hát ez a lakosságot így helyben nem érinti. Túl vagyunk a jelölt állításon, ismert az, hogy hány jelölt lesz. Pécsvad esetében ez mit jelent? Hát konkrétan én csak onnan tudom, hogy éppen most megnéztem az interneten, hogy hány jelöltnek fogadták el a jelentkezését. 18 jelöltet számoltam össze, aki egyéniben elfogadott. Tehát 2 szavazólapot fog normál esetben kapni mindenki, illetve minden esetben 2 szavazólapot kap mindenki. Az egyéni választójelölteknek a 18-as listáját, illetve a pártlistát, aminek a számát én pontosan nem tudom, de valahol 40 és 48 között fog ingadozni, azt hiszem a pártok száma. Arra kell számítani, hogy nagyon nagy szavazólap lesz, és ezt a nagyon nagy szavazólapot, ezt nem lesz könnyű kezelni. Annál is inkább, mert erősen tanácsos, és jóformán, ha elő nem is írt, de erősen ajánlott borítékbe elhelyezni ezt a szavazólapot, ami várhatóan körülbelül 1 méteres lesz, vagy még nagyobb. Mert hát a pártoknak nem csak a nevének, hanem a listának és a logónak is rá kellett férni erre a papírra, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű, valószínűleg lassítani fogja a szavazás menetét.
Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a szavazás időpontja sem változik, tehát reggel 6-tól este 7 óráig lehet felkeresni a szavazóhelységet. Április 6-án. Április 6-án, igen. Beszéljünk egy picit a választási bizottságokról, önkormányzat szavazott, mert ezzel kapcsolatban felálltak ezek a bizottságok. Hát a bizottság azzal jöttek létre, hogy az önkormányzat megválasztotta a tagokat. A tagok értesítést kaptak arra, hogy meg lesznek választva, illetve meg lettek választva. Nekik még hátra van egy oktatás, illetve az eskütétel. Tovább ezek a bizottságok kiegészülnek azokkal a delegált tagokkal, amelyet pártok delegálnak a bizottságok mellé. Jelen pillanatban nem sok ilyen delegáltról van tudomásom. Azért mondom ezt én így, mert nálam kell bejelentkezni a delegált tagoknak, tehát viszonylag kevés van. Lássuk el a szavazókat néhány praktikus információval. Valaki reggel elindul szavazni, mit vigyen magával? Mindenképpen vigye magába a személyigazolványát és a lakcímkártyáját, tulajdonképpen egyebet nem kell. Ez azért fontos, mert ugyan mindenki kapott értesítést arra, hogy fel lett véve a választók névjegyzékébe, de akinél ez elmaradt, az egyrészt érdeklődhet a helyi választási irodánál, az egyszerűség kedvéért nálam arról, hogy szerepel a névjegyzékben. Illetve ez az értesítés, ez valójában nem szükséges, tehát ezt ne hozzá senki magával. Ez nem jelent semmit, ez csak egy tájékoztatás, hogy minden rendben van. Egyébként attól is minden rendben van, hogy valakinek van érvényes lakcímbejelentése Pécsváradon, hiszen az állandó lakcímbejelentés az akkor is jogosít a szavazásra, ha egyébként semmilyen értesítést nem kapott, vagy nincs rajta névjegyzéken sem. Említetted a személyigazolványt és a lakcímkártyát, egyéb okmánnyal igazolhatja magát a választópolgár, gondolok itt jogosítványra, esetleg útlevélre? Jogosítványjal és útlevélre is igazolhatja a személyazonosságát. Végezetül azt kérdezem, hogy hát ugye említetted, hogy nagy lesz a szavazólap, sok a jelölt, sok a párt. Nyilván ez majd a szavazatszámlálókra is több letterhet rak. Mikorra várhatók eredmények? Hát olyan eredményeket, amit azt lehet mondani, hogy pécsváradi eredmények, ezeket nyilván azért én gondolom, hogy éjfél tájban fogunk tudni legkésőbb. De hát ugye azért a pécsváradi eredmények csak számunkra érdekesek, egyfajta képet adnak a település attitűdjéről, a különböző pártokról és személyekről, de igazából az országos, ezt úgy gondolom, hogy másnap reggelre lesz végleges. Még egy mondat, ugyanazt mondtam, hogy végezetről, de fontos változás azt gondolom a kampánycsend, hiszen még a választás napján is lehet kampányolni. Hát igen, ebből következik az, hogy kampánycsendre nem számíthatunk, bár ugye ez is településünkön szinte teljesen indiferens, mert valójában nem szokott kampányolás folyni olyan jellegű, tehát... Jedző úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, és hát kívánom, hogy a választások stresszmentesen és zöggenőmentesen teljenek úgy, ahogy ezt már megszokhattuk az elmúlt időszakban is. Köszönöm szépen, igyekezni fogunk. És még mindig politika. A következő percekben nézzenek meg néhány bemutatkozó kampányfilmet azokról a képviselőjelöltekről, akik megkeresték szerkesztőségünket. A filmeket a Városi TV anyagi ellenszolgáltatás nélkül teszi közzé. Az üzleti élet kutya kemény világ, főleg annak, aki a létre legaljáról kezdte. Losán Ferenc negyed évszázadai garázsból hitelből vett géppel kezdte építeni a jövőjét. Végigjárta a szamár létre minden fokát, keményen dolgozott, jó gazdaként építkezett. Ma már rangja van az üzleti életben, 130 embernek ad munkát. Nem felejtettem, hogy honnan jöttem, és tudom, mi a célom. A politika is kutya kemény világ. A választókörzetből egy olyan ember kell a parlamentbe, aki az üzleti életben szerzett tapasztalatait a politikában tudja kamatoztatni. Losár Feri egy kitűnő sikeres üzletember, nagyon sok embernek a tisztességesen munkát, nagyon más karakterű politikus, mint vagy politikus jelölt, mint akit hagyományosan megszoktak. Benne van a levegőben, hogy megszorítsa vagy megverje ellenfelét. Kemény mesterséges üzleti típus vagyok, mindent meg fogok tenni. Baloldali vagyok, katolikus vallású, sváb. A jobb oldal láthatóan ezzel nem tud mit kezdeni. Elég volt a megélhetési politikusokból. Most valakire van szükség, aki nem csak beszél, cselekszik. Composure on the inside, also on the outside. Footstep, tap, cool. Adjon az Isten szebb jövőt! Szőcs Norbertnek hívnak, a Jobbik Magyarországért mozgalom Baranya megyei 3-as számú választókerületének a képviselőjelöltje vagyok. Két gyermekem van, édesanyám részéről sváb, édesapám részéről erdélyi felmenőkkel büszkélkedhetek. Okleveles nemzetközi közgazdászként
Az elmúlt 4 év során Barkó Béla képviselőtársammal közösen szolgáltuk a nemzet ügyét a Baranya megyei önkormányzatban. Többek között előterjesztettem a helyi pénz bevezetésének tervét és a térségben található erdők védelméről szóló beadványt. De a kormánypárti többség csak azért, mert a Jobbik felvetései voltak, lesöpörte ezeket. Megélhetést, rendet és az elszámoltatást kínáljuk önöknek, mert meggyőződésünk, hogy a szebb jövő felé csak ezen az úton lehet elindulni. Minden napjaink során hallhatjuk azokat a szomorú híreket, hogy választókerületünkben is erőszakos cselekményeket követnek el idősek, nők és gyermekek ellen. A regnáló hatalom e problémára adott válaszai sorra kudarcot vallottak. Mi bevezetjük az öntelepülésén is a csendőrséget, ami nem lesz elvezényelhető, mindig a lakosság biztonságát kell, hogy szolgálja. Azért az nem járja, hogy telerakjuk a füstölőinket, és más üríti ki, illetve a veteményt más takarítja be. Elszámoltatást csak úgy érhetünk el, ha közben megélhetést is teremtünk az itt élőknek. Mi jobbikosok el fogjuk számoltatni a földmutyi minden egyes résztvevőjét, és a földet újraosztjuk azoknak, akik valóban itt élnek, és a mezőgazdaságban látják jövőjük zálogát. Földkérdésben megvédem a baranyai birtokokat minden jogszerű eszközzel. De mivel ez egy olyan fontos kérdés, nem érdek meg, ha a jogeszközén kívüli megoldással kell élnem. Mi nem ígérünk maguknak 12 plusz sokadik havi nyugdíjat, hanem a ledolgozott 40 év után, mint a nők, úgy a férfiak esetében is, hozzásegítjük önöket az azonnali nyugdíjazáshoz. A kereskedelem beindítása és a piacaink visszaszerzése a legfontosabb feladataink közé tartozik. Megkérdezem én, hol vannak a konzervgyáraink, cukorgyáraink, hova tűntek a termőszövetkezetek? Ki rendelkezett arról, hogy az M6-os autópálya tegyen 100 km-es kerülőt, és hogy lehet az, hogy a mi alagútjainkra földet kell hordani? Mi úgy kerültünk a köztudatba, hogy kimondtuk azt, amit mások nem mertek. Több mint 4 év államigazgatásban, önkormányzatokban eltöltött idő után felkészültünk arra, hogy ne csak kimondjuk, hanem meg is oldjuk a problémákat, feladatokat. Ehhez kérem az ön segítségét április 6-án. Nekünk nincs saját televíziók, rádiónk, napilapunk. Kérem mondja el ismerőseinek, hogy szavazzanak a Jobbik Magyarországért mozgalomra. Váltsuk le közösen az elmúlt 24 évet, hogy a rosszabbnál rosszabb kormányok után jöjjön végre egy jobbik kormányzás. Tisztelt magyar választópolgárok! Az önök erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország ma jobban teljesít. Összefogtunk és legyőztük az évszázad árvizét, beindítottuk a gazdasági növekedést és csökkentjük a rezsiköltségeket. Sok még a teendőnk, de közösen nagy dolgokat vihetünk véghez. Fejezzük hát be együtt, amit közösen kezdtünk el. Mohácsis térsége sokat fejlődött az elmúlt másfél évtizedben, amíg önöket a parlamentben képviselhettem. Persze tudom, hogy sok még a teendőnk, közútfejlesztésekben, munkahelyek létesítésében. Fogjunk össze! Ha önök felhatalmaznak, az eddigi munka folytatását várhatják tőlem. Kérem, támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjét. Magyarország számít önre. Készült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP megbízásából. Az elmúlt héten német nemzetiségi napot rendeztek a Gesztenyési úti óvodába. Az eseményre stábunk is meghívást kapott. Anyukák, apukák, kisgyerekek, egy kis figyelmet szeretnék kérni. Köszöntelek benneteket, köszöntök, szeretettel köszöntök minden szülőt, nagyszülőt. Köszöntöm meghívott vendégeinket, és nem utolsó sorban a mai nap főszereplőit, az óvodásainkat. Óvodai nevelésünk, pedagógiai programunk szerves része a néphagyomány ápolás, legyen az akár magyar, akár német vonatkozású. Fontosnak tartjuk, hogy a mai gyerekek is megtalálják a népi kultúrában rejlő szépséget, örömet, és követik azt. Immár 4. alkalommal kerül megrendezésre óvodánkban a német nemzetiségi hagyományok ápolását megcélzó rendezvénysorozatunk, melyet évről évre pályázati úton sikerül megvalósítanunk. És ezúton szeretném megköszönni a pályázatíró csoportnak munkáját, szeretném a német kisebbségi önkormányzat segítségét megköszönni. Az előző évekhez hasonlóan idén is érdekes feladatokkal, kézműves programokkal, játékokkal, tánccal színesítettük a hetet. A szülők napról napra megcsodálhatták a gyerekek munkáit a fali újságokon. Finom hévőknél készült, és
finom pekökifli, amit a svágok ugye így neveznek, vagy más-más tájszólásban szálckipölnek is, tehát a sóskifliről van szó, amit a mai nap folyamán meg is kóstolhatunk majd. A gyerekek által, szülők által behozott különböző régi használati tárgyakból egy kis kiállítást is sikerült összeállítanunk a Zovola emeletén a süni csoportban, melyet a gyerekek nyitó tánca után bárki kedvére az emeleten megtekinthet. És a programsorozatunknak igazából nincs vége ezen a héten, mert a következő héten egy kirándulással fogjuk zárni ezt a kis programsorozatunkat. Gerezslakra fogunk ellátogatni, a Baba Múzeumba és a Time Múzeumba. Az ezzel kapcsolatos információkat majd hétfőn a szülőknek, a zovonénik el fogják mondani. Én ezzel szeretném akkor megnyitni és átadni a helyet az óvisainknak, és szeretnék mindenkinek egy kellemes délutánt kívánni. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Köszönöm. Thank you.
gratulálok mindegyik ötöknek. Hogyha anyukák, apukák is most egy kicsit aktivizálnák magukat, és ugyanebbe a bőrbe bebújnának, nem is olyan egyszerű ám itt kint táncikálni, úgyhogy szeretnénk, hogyha most ők is ide fáradnának. Menjetek gyorsan, kérjétek föl anyát, apát, menjetek. És akkor most mutassák meg ők is, hogy ők mit tudnak itt produkálni. Thank you.
kormány, hogy a nőnap környékén a nyugdíjas klubban az urak műsorral köszöntik a hölgyeket. Így volt ez az idén is. Híradónk az eseményről készült összefoglalóval búcsúzik, és köszönti utólag is a Városi Tévé valamennyi hölgy nézőjét. Hangja ilyenkor a nőnap tájékán elhalkul, elnyomja az ünnepi köszöntők vishimnusza, ilyenkor kitüntetett figyelemben fordulunk feléjük, egy szál virág és egy-két kedves szó kíséretében. És a többi 300-nál is több napon mit teszünk? Pedig akkor is vágyódnak megértésre, kedvességre, amelyet százszorosan visszaadnak barátnőként, feleségként, anyaként. Ne feledjük, hogy egy anya szeretete egyet jelent a család szeretetével. Kívánok a klub minden hölgyének sok boldogságot, vidám napokat és sikeres hosszú életet, férfi társaim és a magam nevében. Gondolataimat egy köszöntő verssel zárnám. Antóni Sándor nőnapi köszöntő. Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket ez ünnepen, kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. Talán nem is tudjuk mindezt megköszönni, de szívből tudunk mindezért szeretni. Köszönet és hála nektek mindezért, a Jóisten áldja szálljon rátok mindenért. Életünkben göröngyös út bármerre is vezet, velünk vagytok, akkor is ti nyújtotok kezet. Szeretettel és hálával tartozunk néktek, kik az életünket szebbé és boldogabbá tettétek. Mellettünk vagytok egy életen át, hűségünket, szeretetünket nyújtjuk cserébe át. Életünkben leghűségesebb társunk, bármerre jártok, mindig hazavárunk. Nélkületek az élet semmit sem érne, mi tengervize, mi partot sose érne. Szeretünk titeket egy életen át, ki szívet és életet adtatok cserébe át. Mint napsugár életünket ragyogja át, veletek éljük az élet viharát. Köszöntünk hát titeket meleg szívvel, az életben soha el nem múló szeretettel. Zsenger virágillat harmatozza lelketek, hogy a sors viharában is boldogok legyetek. Kívánunk sok erőt, egészséget, minden évben szerencséket, szemetekben könyv sose legyen, napjaitok vendége az öröm legyen. Nőnap alkalmából minden jót kívánunk, mi férfiak szívünkbe örökre titeket zártunk. A nagy csillag lefelé, a jég kedves galambom most megyen hazafelé. Lábán van az izmája, lagos szárom kis csizma, rásütött a hajnal csillag sugára. Amerre még édes rózsám kívánom, hogy előtte
Köszöntő! Nőt köszöntni most minden férfi, kinek szíve, lelke felül érzi. Nekik, hozzájuk szólunk, havunk, valakik csak általuk vagyunk. Boldogság, szerelem, tőlük ered, mi lenne nélkülük, képzelni sem mered. Mennyit szenved, fárad mi értünk. Simogassa meg hát őket, lágyom kezünk. Ne csak egy nap, de ma nagyon. Ezen a kedves nőnapon. Neked is lesz. Jaj, neked nem. Azt hiszem, most megfúrjuk a rövidet. Én máma nem készültem. Nem, nem. Mindegy. Ó! Még itt fele. Osztály, vigyázz! Köszönj! Jó napot, Tarárban! Tarárban! Jó napot, drága fiai! Üljetek le! Köszönjük! Jelentés. Tanár bácsinak jelentem, az osztály létszáma megvan. Jelen van mi? Hát ennek nagyon örülünk. Hűj, de ügyes vagy. Na, ülj le! Hát azt mondja, ma gyerekek, megleplek benneteket. Biztos örülni fogtok. Ma nem is lesz más, mint felelés. Na ezt már megem. Jaj, hogy tetszik nekik, de mennyire tetszik, látom. Na ma Oricka, fia, te leszel az első felelő. Készültél egyáltalán? Igen, tanárbácsi, én készültem. Nyugodtan borítékolati az ötös. Akármit kérdezél, mindenre vágom a felelet. Atya úristen, mindenre tudsz, minden. Majd mindjárt meglátjuk. Vágjunk bele. Vágjunk bele. Hát akkor tudsz-e nekem mondani egy csúszó mászót? Ne röntek, de Csanár bácsi. Hát csúszom a kukat. Tényleg ügyes. Akkor mondj egy másikat. Még egy kukat. De én nem ilyenre gondoltam egy másfajtára. Az meg a döglökukat. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon ügyes voltál. Jó, jó, kapsz egy egyes fölé, erős egyet. Ezért a feleletére egyet. Hát ha mindig kukacból áll, akkor mit adhatok? Hát az ötös azért minimum megjárna. Hát hogyne, majd legközelebb. Na jó, akkor legközelebb. Móriczka. Leültél már, most következik a következő. Na nézzük csak a gazsi fiamat, te következel. Igen, tanár bácsi. Egy kis földrajzot esetleg. Voltál te már egyáltalán katona? Hogy te vettem volna? És hol, ha szabad kérdezni? Hát a ruszki határ mellett. Ne mondd, de nekem a helység nevét mond. Helység? Marcaliba. És szerinted az a ruszki határ mellett volt? Hát biztos, hogy ott volt, mert a szomszédban csak oroszul beszéltek. Nem lehet az, hogy esetleg a szomszédban volt egy ruszki, ahogy te mondod, laktanya? Volt ott annyi laktanya, magyaris, lehet, hogy úgy is volt. Azt nem tudod. Azt így nem lehet tudni, de úgy beszéltek. Miért, hát nem jártál kinn a városba? Városba? Igen, nem engedtek ki a városba. Na? Hát én többnyire a fogdába voltam. Ne őrizd meg, aztán minek? Hát már alig oda kerültem, legmesszebb raktak ki őrségbe, a legmesszebbi toronyba. Hát este is rám akartak ijeszteni, jött a százados. Egyedül persze, nem őrvezet, vagy felvezetővel, vagy őrparancsnokkal. Látom, mondták, ha valami mocorog, akkor azt főtő szólítani. Mindjárt felszólítottam, állj, vagy lövök. De biztos, hogy biztos, mindjárt lőttem is. Na, ez aztán megalállatta ezt a főnököt. Én mindjárt vezényeltem tovább. Feküdj! Hát tehetek róla, hogy két napja esett az első, és mindjárt mosolyog. Hát aztán így csak a fogdába vezetett az út. Na jó, 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 állj meg egy kicsit a fogdára, elég van. Ott sem mondtam örökké, mert utána meg kirakta krumplit puszolni a fogyára. Olyan krumpli pucoló volt, hogyha nem figyelt oda az ember, csak mi a csoda, leves jut ki belőle, mert megette az összes krumpli. Mennek a csatornába. Jó, meg lehet a csatornába. Jó, jó, és akkor mit csináltak vele? Újjasságot, megburítani,
megint pucolni, de hát ugye ez csak a héját szedi le igazság szerint. De az ember nem figyel, akkor elkopik teljesen. Úgy, mint a nyugdíj. Úgy, akkor. Mikor úgy. Megkapja az ember sok, aztán nem. Nagyon igaz. És puskát adtak? Puskát, azt csak egyszer láttam, akkor meg azt mondták, hogy odaadták, puszoljam meg. Megpuszolom, azt mondom, adja vissza. Mondom, tiszta. Mondja, tiszta puska, nincs csak tisztított. Na, itt van. Ilyen ügyes voltál, és nem szereltek levéletet? De a vége az lett, csak meg tudod várni a 2 évet. Hoppácska! Köszönöm szépen, édes fiam. Ez viszont már sokkal jobb volt. De egy egyes fölé kapsz. Mert mindenről beszéltél, csak a fölrajzról nem írt. Köszönöm szépen. Hát hiába, kidottam véget. Őrület, már meg kell őrülni. Nézzük a Gedeont, az örömmel. Volna egy kérdésem, kisfiam. Csak egy? Hát, egyelőre. Ez nem nehéz, ez remélem erre te ötösen válaszolsz. Szerinted melyik a leggyorsabb szárazföldi állat? Állj meg, még ne hagyj ne kezdjen. Nem a levegőbe gondoltam a madarakra, még nehogy nekem repülőt mondj. És nem a vízbe a halakra, amik úszkálnak gyorsan, hanem a szárazföldön. Kérlek szépen, mesélj el nekem. Hát, ha szép pontosan nem tudom. Hangosabban. Ilyen élőlényen nem igen találkoztam még, de gyerekkoromban egyszer apámat vártam futni a házunk körül. Hát én még ilyes nem vártam, olyan gyorsan tudom. Nem is tudom. Mert láttam anyámot utána a sodrófával. Ha az dühös volt, az még jobban tudott futni. Hát mi lett ebből az egész dű? Mi lett? Hát mi lett volna? Apám megborult és elesett. Anyám meg rá a hegyibe. Sodrófát meg elejtötte. Csak úgy gurul. Mi lett apáddal? Hát mi lett volna? Megfúszta magát, anyám utána jut a sodrófát, aki tud a fegyet. Jó van, köszönöm fiam, hogy micsoda leleményesek ezek a gyerekek, ugye nem a tantárgyal a kérdésekkel kapcsolatban válaszolnak, de amit mondanak, az elfogadható, még élvezhető is. Így aztán te már kapsz egy 2-es alá. Bunda! Bunda! Kikérem magamnak! Hát nem igazság! Eljön, 1-es kapok, eljön meg ezért a felállat. Versemit mondani szeretnék, elolvasom, mert kívülről nem tudom. Végül is. Hát azt tudjátok valamennyien, hogy a verseket, azt, amit én mondok, azt én is. Jó, köszönöm szépen. Nőnapra. A női lélek bonyolult, érzékeny és rejtőzködő. Hisz így alkotta meg őt a sohasem látható teremtő. S miért betartjuk bennünket, férfiakat úgy bocsátott utunkra, szeressük, imádjuk lényüket, örökké váljon minden javukra. S miért betartjuk akkor is, ha csak egy mód van rá, mert boldogok vagyunk, ha látjuk, mosolyra áll a harmatos női száj. Kívánjuk az életben, sokszor mosolyogjatok, mely azt jelentheti, valóban boldogok is vagytok. Számunkra ez látvány igen megnyugtató lehet, mi is könnyebben vészeljük át a nehezebb perceket. Nőnap alkalmából fogadjátok tőlünk, férfiaktól, szívből jövő jó kívánságainkat, és valamennyiünk nevében gratulálok minden hölgynek.
Kedves nézőink, Önök a Városi TV márciusi műsorát látták. Csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Legközelebb április 10-én láthatnak minket a képernyőn, szokásos magazin műsorunk keretében. Kérem, tartsanak akkor is velünk, az est hátralévő részére jó pihenést, jó szórakozást kívánok Önöknek, a viszontlátásra.